Balassagyarmat és Újfehértó után. Az országban harmadikként városunkban kerülhetett sor az ünnepélyes alapkőletételre csütörtökön délelőtt. Dr. Simicskó István kormánybiztos ünnepi beszédében elmondta, a Baján, majd később valamennyi járásban elérhető létesítmények, a honvédelmi sportok és a honvédelmi ismeretek elsajátításának helyszínei lesznek, melyek olyan lőterekkel is rendelkező szabadidő sportlétesítmények, amelyek a honvédelmi neveléshez kapcsolódó sportágak gyakorlása mellett közösségi feladatok ellátására is alkalmasak. Az emberek számára azt a lehetőséget szeretnénk biztosítani, hogy a sportlövészetben adjunk meg föl teret 21. századi körülményeket a sporttevékenységük gyakorlására, nyilván küzdősportok gyakorlására, űzésére, technikai sportok gyakorlására, és hát persze rá van bízva, hogy rá lesz bízva, hogy a baja emberekre, hogy mit szeretnének még hozzátenni ehhez. A kormány állja ezt a beruházást, az önkormányzat adta a telket, tehát ez egy együttműködésnek az eredményeként jön létre a bajai emberek érdekében. A magyar kormány 2017-ben döntött a honvédelmi sportközpontok fejlesztéséhez szükséges feltételek biztosításáról, és a beruházás első ütemében 40 létesítmény építéséről. Az első 5 honvédelmi sportközpont, köztük a bajainak a közbeszerzési eljárása is lezárult, tette hozzá a kormánybiztos. Az eseményen beszédet mondott Zsigó Róbert, a térség országgyűlési képviselője is, aki hangsúlyozta a beruházás kulcs szerepét a hazafias nevelésben és a közösségépítés terén. Az építkezéshez az önkormányzat biztosítja a telket, illetve a közművesítés költségét is állja. Egyrészt nekünk kellett biztosítani és rendbe tenni is ezt a területet. Ez is igazából egy önkormányzatokon átnyúló projekt, de mi, amikor megtudtuk, hogy ez ránk vár ez a feladat, akkor teljes mellszélességgel álltunk hozzá, és nagyon-nagyon pozitív módon. Ennek ellenére én azért azt tapasztalom, hogy a kormány és az államtitkár úr részéről az alapvető protokoll szabályokat sem tartják be. Meglepetéssel és meglepődve érzékeltem azt, hogy tegnap érkezett a meghívó erre az eseményre. Ez egy egyszerű kis e-mail formájában, amit nem is én kaptam, hanem egy olyan e-mail címre érkezett, amit én nem szoktam használni, és hát igazából maga az alapkő letétel, maga a megszólalási lehetőség sem volt adott, annak ellenére, hogy 100%-os biztosítással vagy 100%-os támogatással álltunk hozzá ehhez a projekthez. Tehát ez már nem az első ilyen alkalom, és én azt gondolom, hogy ha én békejobbot nyújtok, akkor a békejobb elfogadására is esélyt látok, de ez az esély ez egyre kisebb, én úgy veszem észre. Tehát megfontolandó az, hogy ezt az együttműködést hogyan tudjuk erősíteni, úgy, hogy csak a mi részünkről adott az a fajta készség, ami az együttműködésnek az alapja lenne. Mindamellett pedig nagyon örülök annak, hogyha újabb beruházások készülnek el Baján, hiszen ez gazdagítja a városunkat. Ez is egy olyan lehetőség, ami nagyon sokféle szempontból fontos a városnak, tehát örülünk neki. Én nagyon sokszor kértem már az államtitkár úr segítségét ebben, de a kapcsolatunkon úgy tűnik, hogy van mit javítani még. A beszédek után helyére került az alapkő is. A tervek szerint a kivitelező cégnek 2021. november végéig kell elkészülnie a munkálatokkal.